az erdei forrás titka. Nem vagy fáradt, apa? Hát, egy picit. Elég kihalt út. Jó trükk, de nem. Jaj, ugyan, apa, hadd vezessek. Tudom, hogy kell. Viszont navigálhatsz, nézd. Nagyszerű navigátor vagy. A te korodban én is navigátorként kezdtem. Ide adnád, kérlek? Apa, vigyázz! Maradj itt. Mi a fene történt? Mázli, hogy életben van? Igen, igaza van. Az én hibám volt. Csak hallottam, hogy jön, és azt akartam, hogy megálljon. De minden rendben van. Igen, és magával? Jól vagyok, jól. Nézze, sajnálom. Egy őz elénk ugrott. Kitértem előle, és hát maga is látja. Legalább Molly és én megúsztuk. Próbáltam kiállni, de csak mélyebbre ástuk magunkat. A feleségem, Molly. Üdv. Volt Rolável. Dennis Conway. Örvendek. Szép kocsi. Ő a fiam Nick. Mondtam, hogy maradj ott. Talán négyen visszatolhatnánk. Ahhoz már túl mélyen van, fiam. Hát, van néhány lánc a csomagtartóban, ha ki tudnának húzni a furgonnal. Meglátjuk. Miért van mindig legalul, amit keresek? Hm? Megfognád, Molly? Óvatosan, óvatosan. Tudod mit? Majd mi megoldjuk, oké? Okay? Sietnünk kell. Esni fog. Csak nyugi. Egy perc is megyünk, oké? Okay? Mehet, Woodrow! Ne aggódjon, nem lesz baj. Nem vagyok egy tapasztalt utazó. Hát apával is a nagyival korán kezdtük. Minden nyáron elutaztunk nyugatra. Szerencsés fiú, bárcsak én is többet láthattam volna. Megvan. Oké. Ennyi. Hála az égnek, hogy megálltok segíteni, nem is tudom, mihez kezdtünk volna. Semmi gond. Szép volt, apa. Nem hiába, Sebi, mi? Megvan a lánc? Sikerült. Igen, köszönöm szépen. Ez az Impala jó kondiban van, 60-as, 61-es. 61-es, úgy van. Szereti a régi autókat? Valamennyire. Kérem, bocsássanak meg, de már is nagy késésben vagyunk. Ó, semmi baj. Nekünk is helyet kell keresnünk estére. Nem most kéne barátkozni. Segíthetünk még? Nem. Oké. Hát, remélem jó útjuk lesz. Köszi még egyszer. Önnek is. Jó utat. Menjünk már. Ennyi. Apa, nézd! Vajon utolérjük őket? Nem hiszem. Azt írja Springville. Az útba esik, láttam a térképen. Majd bedobjuk nekik. Rendben. Gyerünk! Az nem a miénk.
Talán valami szörnyűség van benne, és azt akarták, hogy megtaláljuk, ránk embe a gyilkosságot. Ugyanapa volt be, nem voltak furák? Hogy érted? De azok voltak. Nem bírok tovább vezetni. De mit tegyünk, Woodrow? Nincs tartalék tervünk. Nem tudom, majd kitalálok valamit, de most nem bírom tovább. Ne! Tovább kell mennünk. Különben megtalálnak. Hol van ez a hely? 54, ott van. Hé, Sasszem. Üdv! Jó estét! Láthatnám a papírjait, kérem? Persze. Csak lerakom ezt. Tessék. Jó estét! Üdv! White Plains, New York? Igen. Jó messzire vándorolt, Mr. Conway. Igen, én vakációzom a fiammal. Vagy már ez sem szabad? Van valami gond, vagy micsoda? Nincs. Nézze, találtam ezt a táskát, és az állt rajta, hogy Grover utca 54, és én szívességből vissza akartam hozni. Hol találta a táskát? Volt itt egy pár, Molly és Woodrow, és gond volt az autójukkal a hegyekben. Miféle gond? Beragadtak, és nem volt baleset, senkinek nem lett baja, de amikor elhajtottak, ott hagyták a táskát. Kezeskedem, hogy megkapják. Jó, rendben. De ez a házuk, ugye? Igen, de most nincsenek otthon. De amikor ideértünk, a lámpa égett. Valószínűleg csak az automata időzítő. Köszönjük a segítségét, Mr. Conway. Jó utat a fiának is. Jól van, értem. Esetleg meg tudnám mondani, hol van a legközelebbi motel? Igen, van egy 80 kilométernyire Lexingtonban. Kösz. Jó ét. Ez meg mi volt? Kisvárosi zsaruk. Túl sok szabad idő. Kezd kifogyni. Isteni. Meddig fogunk itt maradni? Figyelj!
Amint kinyit a benzinkút, tankolunk, kajálunk, és már itt sem vagyunk. Jól hangzik. Ez nem kemping, Mr. Conway. Nincs választásunk. Ha csak nincs nyitva egy másik benzinkút. Sejtettem. Josh, az úr bajban van. Legyél kicsit kedvesebb. Mr. Conway, mit mondott, hol találta a táskát? Nem mondtam. Lent a 218-ason, 150 kilométerre. A benzinkút 8-kor nyit. Jó ét. Kellemes estét. Ráizgultak arra a táskára. Molly, minden rendben? Nézd rám. Nézd magadra. Nem akarok ilyen lenni. Vissza akarsz menni? Nem. Csak hogy megálljon az idő. Jó reggelt, Springville, Amerika. Pofás kisváros, nem? Ja. Többször kéne a lakóban aludnunk. Feltöltött. Engem is. És most pont beérünk még. Ránéznél a karburátorra? Vegyél még valamit, oké? Mindjárt indulunk. Meg lesz. Kösz. Üdv. Üdv. Ráférne a korvettel egy felújít. Ja. Hát már évek óta itt van a nyakamon. Egyszer nekilátok majd valamikor. Ó, igen, ismerős érzés. Tele lesz? Aha, kösz. Tudnál ajánlani egy helyet, ahol reggelizhetnék? Reggeli? Emma étterme. Nincs párja. Tényleg? Gondolom, mert nincs is más étterem, mi? Eltaláltad. Aha, igen, nagyon finom volt. Kérsz még egyet? Rendben. Oh, la, la. Oda néz. Ritkán járunk el. Ó, oh, tinédzser fia van, nyilván házas. Kajás vagy? Aha. Én is. Jó reggelt. Üdv. Hello. Kávé? Kösz. Új arcok vagytok. Eltévedtetek, vagy csak átutazóban? Átutazóban, kösz. Frissen sütik itt a palacsintát. Lehet máshogy is. A nagyim mindig frissen sütötte. Csokoládéval meg banánnal. Jól hangzik. Megkérem Vilmát, hogy pontosan így tegye. Rendben, köszi. Szívesen. A felesége is csatlakozik majd. Nem. Én pedig pirítóst és gyümölcstálat kérnék. Persze. Azonnal jövök. Kösz. Hé, apa, miért bámul minket mindenki? Mert csak mi vagyunk itt jóképűek. Nem tudom, talán csak nem járnak annyian errefelé. Eléggé letértünk az úton. Se egy gyűrű, se feleség a parkolóban. Nem szeretnélek lelombozni, de délre már itt sem lesz. Elég jó a srác. Megy, ez nekem jobban is. Menj csak. Oké, kösz. Szólok, ha kész a kaja.
Hé, haver! Mutathatok valamit a deszkádon? És miért engedném, hogy használd a deszkám? És még te mondod, hogy ne reménykedjek. Szia. Tudsz ugratni? Persze, hogy tudok. Gyerünk már! Csak bemelegítek. Valaki hívja a mentőket. Nick! Gyorsan! A fiam, ő a fiam! Apa, orvos vagyok, hadd nézzem! Semmi baj, lélegez, maradjunk. Lélegez, hadd nézzem! Elszakadt a kábel! Fáj, apa! Minden rendben, nyugalom! Járhattunk volna rosszabbul is. Üdv, Mr. Cunney! Nick rendbe fog jönni, de a bal tíbia és a fibula eltörött. Fibula? A lábszár csontod. De rendbe fog jönni? Igen, bár nagyon feldúzzadt, szóval várnunk kell, mielőtt felraknánk a gipszet. Meddig? Remélhetőleg holnapig, talán holnap utánig. De addig nyugton kell maradnod. Akkor ugrott a kenúzás. Szerintem is. Ha beázik a gipszed, viszkető, büdös, undi penész fogja lemarni a bőrödet. Dr. Weston kiváló orvos. Szinte azonnal elintézi a dolgot, ugye, Sophie? Igyekszem. Van egy perce, Mr. Conway. Kéne a vallomása, a biztosító miatt. Mi a probléma? A papírmunka a kapitányságon vár. Majd beugrom később. Ez nem fáj, ugye? Nem nagyon. Oké. Az mi? Ők lesznek. Susan Alexander, I dare you. Susan, you've got to hit the board. Boldog születésnapot, Molly. Molly! Istenem! Ne! Josh, ne! Istenem! Ajaj! Ne! Született Molly Andrews Lowell, 1900. augusztus 1-je. Elhunyt 2000. augusztus 1-je. Woodrow Lowell, 1900. november 10-e, 2000. augusztus 1-je. Nézd, mi van. Oh. Jaj, bocsi. Semmi baj. Na ne, a kettes szám. Eredeti, nem új kiadás. Az erőszaki szuperfőgonosz. Szóval nincs szálloda a városban. Nincs, már évek óta. Hát jól van, a lakóban is jól aludtam tegnap. Itt maradhatnék kell a szemben lévő ágyon. Tényleg? Igen. Köszönöm. Te vagy... Dylan. Dennis. Napközben azért ránézek, de nem lesz baja. A Conway-ek allergiásak a kórházra.
Úgy látom, szüksége lenne egy kis friss levegőre. Nem, jól vagyok. Nem kell, hogy bűntudata legyen. Vigyázunk rá. Rám férne egy futás. Na ugye? Nézze meg az erdőt éjszakra. Vigyázzon a macikkal. Szabadú szóíró. Egyedülállóként neveli a fiát, Nicket, 3 éves korát. Szóval ilyen odakint, néha elfelejtem, milyen szerencsések vagyunk. Az anyja múlt évben halt meg. Alzheimer. Alzheimerben. Ezt honnan szedték? Mr. Canvey. Hívjon csak Dennisnek. Már úgy is tudnak rólam mindent. Honnan szedik az információkat? A hatóságok lehívhatják az FBI adatbázisán keresztül. És elárulná miért? Csak tudni akarjuk, ki látogat ide. Mindent bevetnek, mi? Köszönjük, Mr. Canvey, igyekszünk. Lássunk neki a munkának, rendben. A kamionsofőr állítása szerint a baleset csak a bal szerencsének volt köszönhető. Nem perelek be senkit, ha emiatt aggódna. Írjam alá a felmentést. Semmi gond. Rendben. Sajnálom, hogy így alakult, Robert. Anya és apa mindig önfejűek voltak. Néha rosszul döntöttek. Ez is az övék volt. Sose szerették a fényűzést. Jó lesz a sima fenyő. Rendben. Utálom a halotti bizonyítványokat. Mindent a könyv szerint, Sophie. Az idegenek is tápolását is. Csak a munkám végzem, Josh. Robert. Segíthetek? Woodrow? Nem, Robert. És ön? Dennis Canvey. Elnézést, azt hittem Woodrow. Ez az ő autója. Nem, az enyém. Woodrow a testvérem volt, hasonlított az autója. Szóval visszajött a városba? Megkapta a táskát, amit találtam? Sajnos már nem lesz rá szüksége. Ó. Szörnyű baleset történt. Frontális ütközés. De hát egy karcolás sincs rajta. Mondtam, hogy ez az én autóm. Az övé totál káros. Hát őszinte részvédem. Szörnyű egy családtagot elveszíteni. Igen. Igen, ez így van. És ha most nem bánja, magamra hagyhatna. Még nem múlt el a sok. Persze, én szörnyen sajnálom. Semmi baj. Azt mondtam, hogy apa a testvérem, és az autó az enyém. Szerintem bevette. Ártalmatlan, mindjárt elmegy. Viszont, ha mégsem, abból bajok lesznek. Elnézést. Gáz! Ez az autó már 40 évet csak porfogó. Mitől lett fontos hirtelen? Canvey, a fickó, akinek a srácsa megmentette Dylant. Erre járt. Eszembe jutott, mennyi mindent halogatok. Ha? Végül is miért ne? Akár bele is nézhetek. Hogy mennyi munkám lesz vele? Ha valamiért neki kezdenék. Minden rendben, a holnap este vágász. Biztos képes vagy rá?
Igen, mondtam, nem? Nem értem, hogy tudtok úgy viselkedni, mintha egy átlagos este lenne. Nem is zaklat fel titeket. Carol. Mind tudjuk az igazságot. Miért ne beszélhetnénk róla? Rendben, Jack. Mondd. Félelem, megbánás? Semmi. És neked? Nincs. Ez tilos, Mr. Conway. Most meg mi a baj? Ez itt magánterület. Nem láttam a jelzést. Az ittenieknek nem kell jelzés, hogy tudják, hol vannak a határok. Hát, sok mindent észben tart, mi? Ami fontos, azt igen. Jöjjön, elviszem. Mariners Drucker. Maguire megint rekorder lesz. Látta már ütni? Durva. Yankees Drucker vagyok. Igen, a Yankee stadion, Rúz otthona. Hát még Steinbrenner előtt. Izgalmas dolog látni, ahogy kiütik. Griffey, majdnem minden meccsen. Mindig. Nézem, hogy mikor bikázik bele egyet. Egy kis történelem. Maga néz baseballt? Oké. Okay. Ki tudna itt rakni? Néha megnézhetne egy meccset. Láttam Bébet 27-ben, barom. Nem vesztegetik az időt. Woodrow és Molly. Igen? Hogy nincs dátum a sírköveken? Tudjuk, mikor haltak meg. Aha. Doki? Üdv! Szia, hivatalos úton? Woodrow és Molly papírjai. Átküldtem őket a hivatalnak. Nézd, Sophie, nem számított semmit, hogy levelék mentek vagy maradtak. Én is ezt mondogatom magamnak, de én láttam a testüket. És? És nem olyanok voltak, mint régen. Olyan öregek voltak. Hát nem jobb ez, ami itt vár, mint a szerencsére bízni. Nem tudom, Gász, de nekem úgy tűnik, hogy a mi hagyományaink sem humánusabbak.
Holkon, Holkon. Igen, igen, tudom. Conway, beszélgetsz vele? Néha. Ó, ismerem ezt a nézést. Nem, ugyan már. A szimpatikus fazon. Remélem, hogy időben elhagyja Springfield. Igen, időben. Hello. Felfedezett már minden Springville-ben? Igen, úgy tűnik, jó lehet itt élni. Éhen halok, evett már? Nem, de... Van éjszakai ügyelet, és a közelben leszünk. Igen? És akkor Gász kirohant a kórházból egy szálköpenyben, be az erdőbe. Feltehetek egy személyes kérdést, amihez abszolút semmi közöm? Csak tessék. Hol van Nick anyja? Nem látta az aktámot? Ó, azt hittem, mindenki megkapta. Szerintük csak a várost védik ezzel. Nem rossz indulat. A feleségem meghalt rákban, amikor Nick 3 éves volt. Az anyám segített, amíg élt. Élt? Igen, néhány hónapja hunyt el. Alzheimerrel küzdött az utolsó éveiben. Nagyon sajnálom. Hát, a betegsége előtt okos volt, kalandvágyú, jó humorral. Aztán megváltozott, és lassan már rá sem ismertem. És Nick hogy viseli? Néha szoktunk imádkozni, akkor tud beszélni róla. Szerintem minden rendben lesz. Meghalt a fiam. Úristen, az szörnyű lehetett. Még mindig fáj. Ilyen az élet, ez van. Feltehetek egy személyes kérdést, amihez abszolút semmi közöm? Csak tessék. Házas. Már nem vagyok. Nagyszerű vagy, Nick. Mindjárt kész. Oké. Mindjárt jobb lesz. Kelebden, kórházi adminisztrátor, nagyon sajnálom a fia balesetét. Köszönöm. Nos, hogy van ma reggel a kis betegünk? Kiadhatjuk az elbocsátó levelét? Legalább holnapig várnom kell a gipszel. Biztos meg tudja oldani valahogy. Mr. Conway eddig is túl türelmes volt. Csak Nicket veszélyeztetném vele. Jó, arra nincs szükség. Van egy ötletem. Mivel a baleset Springfieldben történt, a város fizethetné Nick átszállítását a Lexingtoni kórházba. A sokkal jobban felszerelt, mint a miénk. Szerintem inkább itt maradnánk, kösz. Igaz? A maguk döntése, Mr. Conway. Sophie, beszélhetnénk 4 szem közt? Bocsánat. Apa? Igen? Szerintem beléd van zugva. Igen? Miből gondolod? Mert folyton bejön ápolgatni engem. Hát akkor beléd szerelmes. Nem. Látni, ahogy rád néz. Miért? Hogy néz rám? Mintha csak te lennél a szobában. Az jó. Sophie, ez teljesen elfogadhatatlan. Még ma kell a járógipsz. Nem lehet. Újra át kéne esnie az egészen. Lehet, hogy sosem épülne fel. Na és a ma este... Ne aggódj, szemmel tartom. Ugyan, Carol, ezt már megbeszéltük. Azt mondtad, hogy mellettem leszel. Tudom, Jack, de nem megy. Nem akarlak cserben hagyni, de nem megy. Megértem. Megértem. Csss.
régen ott. Lehet, hogy fejbevert az egyik farönt, nem? Érzésre olyan. Büszke vagyok rád. Az életet kockáztattad a srácért. Nem gondolkodtam, nem volt rá idő. Szerencsére jók az ösztöneid. Na hát, gyönyörű. Köszönöm. Fontos randid lesz? Nem, csak egy üzleti dolog. Adománygyűjtés a kórháznak. Hogy őszinte legyek, semmi kedvem hozzá. Hát mondd le! Nem lehet. Kér valaki desszertet? Hát, attól függ, a büféből van. Annál is jobb, mert én csináltam. Ön csinálta? Aha. Forraltam vizet, majd beletettem a port. A csoki a kedvencem. Jó hétvágyat, én rohanok. Nem találkozunk, majd később. Nem hiszem, ezek a politikai ügyek el szoktak húzódni. Viszlát. Kizárt, hogy belém van zúgva. Pedig tévedsz. A nagyitól tudom, hogy működnek a nők. Ó, valóban? Neked is elmesélte, de nincs érzéket hozzá. Kezdhetjük? Bevált az altató. Biztos ez? Igen, Tim, reggelig fel se kelnek. Gyere, ahogy csak tudsz. Arra gondoltam, hogy a biztonság kedvéért itt kéne maradnom. Kizárt. Itt kell lesz. Lehet, hogy Jack segítségre szorul. Rendben. Gyere csak, drágám, gyere. És itt is. Parancsolsz együtt? Boldog születésnapot, Jack. Kösz. Hol van Carol? Meggondolta magát. Majd melletted leszek. Hát itt van. Boldog születésnapot, Jack. Keressünk egy italt. Benne vagyok. Ó, de még láttalak. Jó, hogy itt vagy. Hé, itt az emberünk. Boldog születésnapot, Jack. Hol van Carol? Olyan édes voltál, Jack. Kétszer is. Jack, hajnalodik. És egyszer sem volt otthon. Jaj, de rég volt. Barátaim, itt az idő. Ki segíti át barátunkat a forráson? Majd én. Átsegítem. Jack Pendergast. Felkelőben a nap. Születésed 100. napja Springville-ben 1900 óta. Boldog születésnapot, barátom. Boldog születésnapot, Jack. Kellemes utat kívánok. Csináljuk. Semmi baj. Hm? Majd vigyázz rá, oké? Okay? Csak gyorsan. Majd igyekszem. Kellemes utat kívánok. Jack.
Dr. Weston? Megkezdte az utat. Ne, hagyjatok. Nick Conway? Igen. Ön az apja? Joe Tischner. Én vezettem a röntgenszállítót. Bocs a lábad miatt, Nick. A biztosítóm azt mondta, ne jöjjek el, de látni akartam, hogy vagy. Semmi baj. Hány óra van? 10:45 körül. Mindig, amikor Springville-ben járok, borsódzik a hátam. Valami nincs rendben itt. Hogy-hogy? Fura. Például, amikor... Segíthetek? Csak benéztem. Megyek is. Vigyázz magadra. Mit akart? Csak beugrott megnézni Nicket. Szerintem rendes dolog tőle. Rendesek az itteniek, Dennis. Jól van? Nem tűnik rendes, egészséges sportembernek ma reggel. Jól aludt? Igen, mint akit fejbe vágtak. Úgy is érzem magam. Jó volt. Apa, nagyon éhes vagyok. Igen? Hoznál nekem olyan palacsintát? Jó ötlet. Rám is férne egy kávé. Kér valamit, Sophie? Nem, de kösz a kérdést. Jó. Jack Pendergast, 1900. augusztus 12-e. 2000. augusztus 12-e. Emma, egy kávét. Uh-huh. Benzinkút, ugye? Dennis Conway. Ó. Oh. Gász. Hogy mint? Hát a legjobb barátom meghalt ma reggel. Sajnálom, Gász. Jack és én közeli barátok voltunk már óvodában is. Ahol megvert, miután kiütöttem. Az első feleségem és én folyton négyesben jártunk vele is Carollal. Hogyan halt meg? Természetesen. Békésen. A legjobb barátod volt? Igen. Jack mindig is örök ifjú volt. Itt vannak Nick palacsintái. Add át neki, hogy puszilom. Köszi. Ha van bármi, amit tehetek. Talán megnézhetnénk azt a korvettet, mielőtt elmegyek. Ugyan minek? Nincs elég idő befejezni. Rendben. Kitartás. Mi a fenét művelsz? Nem tudom. Nick?
Sophie, már is begipszeli, nem is szólt. Magam sem tudtam, amíg meg nem vizsgáltam. Nick meglepetésnek akarta. 10 perc és végzek. Jól van, én lerakom ide a palacsintát, oké? És... maradjak, vagy megleszek? Nem kell, meg vagyok. Oké, el kell intéznem pár hívást. Van itt valahol telefon? Használja az irodámat a folyosó végén. Kösz. Üzenete van, és 4 mentett üzenete. Menüpontok. Az új üzenetek meghallgatásához nyomja meg az 1-es gombot. A mentett üzenetekhez a 2-es gombot. Halotti bizonyítvány. Molly Lowell. Molly. Természetes halál. Természetes halál. Halotti bizonyítvány. Woodrow. Kora 100 év. Sophie. Úristen. Ez gáz. 1955-ben. Sajnálattal értesítjük, hogy a fia... Hogy van, Nick? Jól. A szobájában van, ha érdekelni. Persze, majd igen. De előtte kérdeznék valamit. Sophie, milyen volt a 20-as évek? És a nagy világválság akkora ügy volt? És mi volt a rosszabb, az... első világháború, vagy a második? És tényleg olyan unalmas volt az 50-es évek, mert egész vidámnak tűnik ezen a képen. Turkált a személyes dolgaim között. Mi a fene folyik itt, Sophie? Ki maga? Mi maga? Hogy mi vagyok? Igen. Maga szerint? Hát, elég jól néz ki egy 80 éves nőhöz képest. Sophie! Nem árulhatom el, az életemre esküdtem. Akkor ez pokoli nagy titok lehet. Egy döntés volt. Egy döntés? Például úgy döntök, hogy egy víztározóval indulok nyaralni, mint Lau elég? Vagy úgy döntök, hogy távol tartom az idegeneket egy bizonyos hegyi forrástól? Minél mélyebbre ás, annál nagyobb veszélybe sodorja magát. Mi és vigyázunk Nicket. Magunkra, nincs szükségünk védelemre, oké? Ha fontos vagyok, Sophie, mutassa meg, mit tud a víz. Apa, kapja, ha leesek. Már csak néhány lépés. Rendben, még. Menni fog. Miért nem ülsz le oda? Vagy mondjuk ide. Készen állsz, Nick? Légy óvatos. Oké. Nick, maradj nyugton. Dennis és én beviszünk a vízbe. Oké, menjünk a vízbe. Készen állsz? Aha. Jól van, karolját. Lassan. Gyerünk. Óvatosan. Oké. Megvagy.
érzés. Igen? Oké, Nick. Oké, rakd bele. Merülj, amilyen mélyre csak tudsz. Apa, a lábam, ezt nézd! Wow. Úristen! Hihetetlen! Gyógyít! Sophie, ez az örök élet forrása! Átkozott legyek. Az is leszel. Amint meglátják néked, tudni fogják, hogy a forrásnál jártunk. Elképesztő, hogy ilyen alaposan titkoljátok. Nagyon komolyan veszük a fogadalmunkat. Sose hittem, hogy én szegem majd meg. Miért titkoljátok ennyire? Úgy gondoljuk, hogy ha megosztanánk a forrást a világgal, háború törne ki, vagy emberek milliói jönnének ide reménykedve, bemocskolva a helyet, elpusztítva mindezt. Örökre. Semmi jó nem lenne. Szóval az ittenieket illeti, mert volt szerencséjük ide születni? Néha kívülállók is maradhatnak. Én maradnék? Nem tudsz még mindent. Nem tart örökké. Mégis meddig? 100 évig. Így döntöttünk. Hogy lehet ilyesmit eldönteni? Az emberek nem élhetnek örökké, Dennis. Ez az életrendje. És mi történik? A 100. születésnapot hajnalától nem ihatsz több vizet, és nincs kivétel. Szörnyű egy születésnap lehet, hát nem igaz? Akkor mennyi vagy? Lélekben? 17. Nem akarsz itt maradni? Nem tudom. Miért, te szeretnél? Uh-huh. Várj, ez elég elhamarkodott. Nem te döntesz, Dennis. Talán be kéne mennünk. Mikor mehetek kigördeszkázni? Várj egy kicsit, téged is be akarlak vonni. Biztos vagyok benne, hogyha meghallgatnak, engedik, hogy maradjunk. Apa, én sosem mondtam, hogy maradnék. Az, hogy megengedik vagy sem, az a bizalmon fog múlni. Mindkettőtöknél. Nagyon alaposan át kell gondolnotok. Mi lesz a barátaimmal New Yorkban? És a munkáddal, a családoddal, a barátaiddal? Nem fognak keresni? Nék az egész családom. Írhatok bárhol. Nem köt minket New Yorkhoz semmi. De az otthonunk volt. Már jön is. Kellemes napot, Josh, már vártalak. Várnak a városházán, Sophie. Itt kell maradnod. Jövök én is. Ön nem ide valósi. Makacs legyek? Csak őszinte. Sajnos kint kell maradnia. Beszélni akarok. Azt elhiszem. Megön, tarts szemmel, nehogy bejöjjön. Ismerd el, hogy meséltél nekik a forrásról. Nem, Dennis. Mr. Conway magától jött rá a nagyjára. A többit pedig elmesélted neki. Nem volt választásom. Ez nem egészen igaz, Sophie. Részben te tehetsz a dologról. Amióta megérkezett, folyton bíztattad. Emma, még ha volna is olyan szerencsém, hogy szerelembe esek az én koromba, sose kockáztattam a barátaim életét. Hiszek neked, Sophie. És ő megbízható? Ez itt a kérdés. Igen. Az Istenért, Robert, azért jött ide, hogy visszahozza a szüleit táskáját. Nem olyan ember, aki bármit elárulna pénzért. Mármint ő sosem adná ki a titkunkat. Nem lehet biztos. Tudják születésnapjáról? El akartam mondani, de Néka közelben volt, és még 5 évig nem lesz 18. Rájönnek úgy is. Ha nemmel szavazunk, mi lesz vele?
Ismered a szerződést. Nem büntethetjük úgy, mintha szándékosan szegte volna meg. Különben is ott van Nick, aki semmi rosszat nem tett. De az nem számít, milyen kedvesnek tűnnek. Az ismeretlen az kockázat. Nem beszél senkinek, ha maradhat. Josh, mit gondolsz? Megengedték, hogy beszélj magadért. Miért akar itt lenni Springville-ben? Mit akar tőlünk, és mit kész feláldozni? Egy biztonságos világot akarok a fiamnak. Nem akarom, hogy átélje a fájdalmat, amit a feleségemnek és anyámnak kellett. Azt akarom, hogy Nick kiteljesedhessen, és több lehessen. Ezt akarja a fiának. Mit akar magának? Nekem csak ennyi kell. Nem vagy őszinte, Dennis. Mindenki akar valamit. A feleségem 24 évesen halt meg. Nem tudtam megakadályozni a szenvedését. Ezután a jövő számomra szertefoszlott. Mindent elvesztettem egy pillanat alatt. Két ember maradt, a fiam és az anyám. Féltem bárki mást szeretni. Mostanáig. És most? Nem hiszem, hogy véletlenül kerültem ide. Kész arra, hogy elkötelezze magát és a fiát a szövetség iránt? Igen, kész. Mit gondol? Nem az én dolgom. Mr. Conway? Igen. Mr. Conway, a tanács úgy döntött, bár nem egyhangúan, hogy ön és a fia feltételesen itt lakhat Springville-ben. Oh, köszönöm szépen. Szóval feltételesen köszöntöm Springville-ben. Na, üdv Springville-ben. Tudod mit? Lehet, hogy mégis megcsinálom majd azt a korvettet. Jó. Dennis Conway, 1965. április 6-a. Egy picit sajnálom, hogy öregek közt kell felnőnöd. Úgy beszéltek róluk, mintha betegek lennének. Imádom a nagyimat. Én is az enyémet. Hú, szép! Mennyi idős? Nem tudom. Látod, ha nem tudom, hogy hány éves valaki, ránézésre azért látom. Igen. Miért számít az? Mert tudod, hogy kiben legyél kedves. Miért a többiekkel nem vagy? Nem, csak a hülyékkel. Mármint... Hol van itt a dolgok rendje? Kivel barátkozhatsz, ki bírja a zenéidet? És ki nem cikizi a ruháidat? Ja. Hát tudod, én bírom a zenét. Azért, mert egyidősek vagyunk, nem? Nem? Hát nem emlékszem, de azt mondják, 13 vagyok. Én sem emlékszem a születésemre, én is másoknak hiszek. Ja, értem. Na, szia, apa. Szia! Segíts ezekkel a bőröndökkel, jó? Szia, Dylan! Segíteni kell az öregnek! Persze! Szia, Sophie! Szia! Hogy vagytok? Szia! Biztos, hogy nem baj? Á, nem! Jó nagy ház! Elfértek bőven. Legalább megosztom valakivel. De csak addig, amíg nem lesz üresedés. Ez Springville-ben eltarthat egy darabig. Hadd segítsek! Dehogy, elbírom! Biztos? Hát persze! Hát nem tudom, de nem bízom ebben a Conway-ben. Conway-ben nem is szabad. A kérdés, Sophie, benne bízhatunk? Csodás illata van. Emma istenien főz, de szólnom kell, én szörnyű vagyok. Elhagytad már a várost bármikor is? Igen, amikor elmentem orvosira, a fiam halála után. Túl fájdalmas volt maradni. Mi történt? Miért nem segített a víz? Besorozták. A világháborúban.
Az ő képe volt az asztalodon. Aha. Köszönöm. Az apja él még? Az apja Gász. Gász? Gász és én jártunk a gimiben. Tényleg? Fiatalon házasodtunk, de még a tökéletes kapcsolat sem bír ki 82 évet. És mikor a gyerek meghalt, a házasságunknak vége lett. Azután megfogadtam, hogy a pillanatnak élek. De nem sikerült. Miért? Hát, mert most fogalmam sincs. Nem akarlak belelovalni. Már megtetted. Szevasz! Jól haladsz? Hallom, hogy beköltöztél Sophiehoz. Gyorsak a hírek. Mondta, hogy a férje voltál. Az voltam. Sose felejted az elsőt, Dennis. Sophie volt a nagy szerelmem. Különleges nő. Bizony az. Már az ötletet is elképzelhetetlennek tartja, hogy valaki 82 éven át szerelmes legyen, de nekem sikerült volna, hogyha hagyja. Ez a ti autótok volt? Nem, dehogy. Ez az autó maga Elvis. Az 50-es évek. Mindenkornak megvan a bája. Én mindet élveztem. Na, készen állsz a piszkos munkára? Mi kellene? Egy ilyen. A kihalt utak varázsa, mi? Mi a franc? Josh, mi a helyzet? Nem gyors hajtás, ugye? Merre indult? Lexingtonba. Gász megkért, hogy hozzak neki egy alkatrészt. Nathan is beszerezheti. Bár tehetném. Rengeteg bontót kell átnéznem, hogy találjak egy ilyet. Látom, nem érti. Forduljon meg a járművel, és menjen vissza Springfieldbe. Komolyan? Mr. Conway, maga most ideiglenesen városlakó. Ez azt jelenti, hogy teljes szabadsága van, ha betartja a szabályainkat. Kellemes napot. Tudod, nem jönnék azzal, hogy én megmondtam, de lehet, hogy ez a pokol.
Most már tudsz még egy dolgot a vízről. Nagyon sokat fürdök majd Springville-ben. Jól vagy? Sose leszünk kész. Dehogy nem, csak időkérdése. Nagyon be akartam fejezni. Dennis, két nap múlva születésnapom lesz. A századik. Szóval akkor abba hagyod a vízivást. Csak ennyi, nem? Nem, nem, nem éppen. Hát akkor... Gász! Gász, ahó! Gász! A francba! Mi történt? Hadd nézzem. Ezzel kórházba kell menned. Hülye voltam. Elmehetünk a forráshoz, belerakatod a vízbe, ott a legerősebb. Gus mondta, hogy most lesz a születésnapja. Miért nem szóltál? Mert próbáltam nem gondolni rá. Én viszont elgondolkodtam rajta, mert mondtad, hogy Gusszal még gimnáziumban jártatok, és korán házasodtatok. Aztán rájöttem, hogy te is mindjárt 100 leszel, igaz? Nagyjából. Nem gondoltál rá, hogy erről beszélnünk kéne? Bármit is mondunk, nem számít semmit. Mondtam, hogy nem tart örökké. Igen, de azt nem tudtam, hogy ilyen gyorsan vége. Itt vagy. Szia, Sophie. Szia. Ahogy van a kezed? Volt már jobb. Baj lenne, ha 4 szem közt beszélnék Dennis-szel? Nem, végeztem. Jó. Mi van? Tudsz titkot tartani? Mint mindenki a városban. Abba hagytam a vízivását. Hogyhogy? Ahogy mondtam, át akarom élni az öregkort még a születésnapom előtt. Nem tudom, mi fog történni, vagy hogy mi lesz. Gus, miért nem mész el? Miért? És tegyem tönkre 100 év munkáját. Ideje fizetni érte. Bocs, nem értem ezt a dolgot. Nem, mintha bármit is vesztettem volna. Ha nem Springville-ben születek, már évek óta halott lennék. Mi a baj azzal, hogy így lesz vége, adott időben és helyen? Igen, fel tudsz készülni, rendezed a dolgaidat. De ez nem sikerült. Tudod? Nem sikerült. Ahogy ez az autó. Eljössz a szülinapi bulimra? Igen, ott leszek. Rendben, egy jó dolog van Springville-ben. Hogyha elszúrok egy trükköt, meg tudok gyógyulni a forrásban. Ez jó dolog, nem? De. Rendben, és még? Apa, ennyi. Nincs itt semmi. Na és a barátod Dylan, ő jó haver. Igen, de több mint 20-at hagytam ott White Plains-ben. Azért, mert te magányos vagy, én nem szeretnék. Hey. Magányos, nem lúzer. Nézd, Nikki. Néha az élet felkínál lehetőségeket, és ki kell használni őket, mert vége, eltűnnek. Tudom, hogy nehéz lesz átállni, de szerintem itt jobb életünk lesz. Tudod, mit kívánok? Mit? Hogy bárcsak sose ajángattam volna Sophie-t, mert nélküle nem lennénk itt. Nem tudhatod. Különben sem rajtad múlt. Figyelj, ha értem, csinálod, nekem nem kell, te is tudod. Magadért teszed, és önző vagy. Hogy alakul Gász fogadása? Nagyszerű lesz, garantálom. Bármi különleges? Van egy javaslatunk. Na csapjunk bele! Gyertek, táncoljatok! Szia! Bíztok valamit? Polgármester úr, üdvözlöm! Hányszor voltál már jelen? Túl sokszor. Nézd, Dennis, nem biztos, hogy érted, hogy mi történik. Ott van Gus.
Boldog születésnapod, Gus. Jól mutatsz a kormány mögött, öregem. Hát itt vagy. Persze. Gyönyörű, nem? Nagyon szép lett. Gus! Meglepetés, meglepetés. Jó látni téged. Szia, Gus! Mi a fene? A legjobbakat. Boldog születésnapot, Gus. Köszönöm. Köszönöm. Beszéltem a tanáccsal. Támogatták a javaslatot. Volt az öreg. Szuper. Nézzük a táncszél. Bárki hős lehet, ha eleget iszik. Figyelem! Itt az idő! Vigyázz, Sofira! Természetesen. Ez is a tiéd. Kösz. Hát majd néha gondolj rám is. Az új élmények között. Nem viccelj. Ki segíti át Gus barátunkat a forráson? Miről beszél? Mondtam, hogy abba hagyják a vízívást, de ez nem minden. Mondd el a többit. Dennis Conway megteszi. Maradni akartál, és befogadtunk. Ez a te választásod. Muszáj megtennünk. Gus kért, hogy választanak mást. Rád hallgatnak, kérlek. Nem, gyere, Dennis. Jack Pendergast megelőzött. Tényleg ezt akarod? Mindenki meghal. Senki sem akar. Mondd el, mit tegyek? Amikor Watanabe úr felszólít, nyomd le a fejem. Isten áldjon lesz. Maradj lent. Eljött a hajnal Springville-ben, születésed 100. napján. Boldog születésnapod, barátom. Boldog születésnapod lesz. Segítsd át Gust a forráson. Bemennek? Fogja ölni? Nem, az kizárt. Nem! Nem teszem meg! Gus, sajnálom, de nem megy! Jó,
Gaz, sajnálom. Gyere, menjünk, vége! Nem, nincs vége, még nincs! Ez elfogadhatatlan! Látod, milyen ember a barátod? Azt hiszed, hogy maradni fog. Nem ér egy favatkát sem. Itt a McLean fiú! Hagyd csak, elintézem. Ez nem jelent nektek semmit. Még a gyerekeitek sem láthatják. Ez gyilkosság. Nincs joga hozzá. Tegye meg, gyerünk. Ne féljetek, elmegyek. Sophie! Sophie! Ezt nem teheti. Sophie! Utána kell menni. Menjen már utána valaki. Nem engedhetjük el, túl sokat tud. Hagyjátok, Josh majd elintézi. Nick, jól vagy? Ja, apa. Engedj el! Sajnálom, Dennis, mire ideértem, elkapta Nicket. Semmi az baj. Autóba. Megszegte az esküt. Még egy vén embert sem tudott elintézni. Be az autóba. Tedd, amit mond, Nick. Semmi köze hozzá, mindjárt elmegyünk. Elkötelezte magát és a fiát is, majd megszegte. Szép kis apa. Apa! Maradhatott volna Conway. Ha a fia felnő is, rákos lesz, majd meg fogja várni. Keljen fel és szálljon be! Gyerünk! Apa! Apa! Gyerünk, Nick, szállj ki! Menj, menj, menj! Josh, ne! Apa! Apa! Jaj, ne, ne! Josh! Josh, ne mozdulj! Hozd a táskám, bent van a lépcsőnél! Hogy van? Sokkos állapotban, sok vért veszít. El kell tűnnünk innen. Nem, ha elmész, levadásznak, ahogy Lovelyket is, meg mindenki mást, aki elmegy. Nem fogok itt maradni a fiammal, hogy megöljenek. Segíts a forráshoz vinni. Az megmenti? Talán. Ne. Apa. Rendben. Elvisszük a forráshoz. Lélegezz, Josh. Akkor már két életet is megmentettünk. Hogy van? Csak siess, oké? Okay? Maradj velem, Josh, maradj itt! Óvatosan! Jó. Valaki jön! Állj! Josh! Rendbe fog jönni, Megan! Fordulj meg! Engedd el. Ne számíts második esélyre, Conway. Gyere.
Sophie. Gyere velem! Nem lehet. Mindjárt 100 leszel. Mi tart rajt? 4 évem maradt, és ide tartozom. Nem akarlak itt hagyni. Springville része vagyok, belém ívódott. Csak itt tudok létezni. Sosem hittem, hogy újra tudok majd szeretni Dennis, és ezért hálás vagyok. Menj, menj, és élj a természet rendje szerint. Sosem felejtelek el. Légy jó, Nick. Szia. Meg fogod keresni őket? Nem, nem fogom. Még ha el is mondanám, senki sem hinne nekem. Eljön majd a nap, Nick, amikor úgy tűnik elmondhatod majd valakinek, egy fontos személynek, hogy ismersz egy furcsa helyet. És megteszed. De én mondom, ha ez kitudódik, vége. Nem hiszem, hogy elbírnál Springville a hozzánk hasonlókat. Nem akarok visszamenni oda, apa. Soha. Rendben. 40 év múlva visszatérünk rá. Jó. Kivéve, ha beteg leszel. Ha beteg lennék, visszavinnél? Aha. Szerintem ezt nekem kéne eldöntenem, nem? Nem akarom, hogy meghalljanak a szeretteim. Ha Istent akarnál játszani, az már foglalt. Apa, milyen 35 évesnek lenni? Meglátod. Meglátod.